Jaj, ma benne vagyok a videóba. Szevasztok, sziasztok, már benne vagyok a videóba, ha hogy lehet ez? De várjátok, úgy akarom, hogy így, igazából most itt pont látszódom én is, meg minden. Szevasztok, üdvözlet mindenkinek. Szombat van 25-e. Vasárnap születésnapom van. Vasárnap leszek. 27 éves. Ez az idő is eljött. És ennyi. Úgyhogy, ja. Ebben volt a vizem, csak azt öntöttem. Vettem kólát, az van, mert még van még egy fél üveg kólám. Úgyhogy jó el vagyok. Most főúsztam direkt a redőnyt azért, hogy világosság legyen idebent. Hát gyerekek, nem nagyon szoktam én így videózgatni, mert mostanában már nem hajt ez a videózgatás, meg azonnal csinálj videót, meg minél több videó legyen. Úgy vagyok vele, hogy néha-néha videózom, amikor úgy érzem, vagy kedvem van, vagy hangulatom van, és akkor így leforgatok egy kisebb videót. Nem vágom meg, nem szórakozom azzal, hogy meg legyen vágva. Nem az a lényeg, hogy össze-vissza vagdossunk. Az a lényeg, hogy felvegyük, elmondjuk, amit akarunk, és ha valaki egyetért a mondani valómmal, akkor az egyetért vele, ha nem, akkor nem, azt is ki tudja fejteni a komment szekcióban, kultúráltan, jól megfogalmazva, leírva a kritikát, negatívat, vagy bármit. Észrevettem, hogy ez a Sobert Normis ügy nagyon felkapottá vált, ugye raktam ki egy ilyen kérdést, hogy legyen a Sobert Normis vélemény kifejtős videó, aztán úgy voltam vele, hogy kitörlöm, mert nem akarok ilyen videót készíteni, mert úgy voltam vele, hogy minek. Sáros a cipőm, igen, mert az előbb voltam kint, mászkálgattam. Nem, hogy nem sokára megyek el valamire. Nem nagyon akarok én ezzel az egész Sobert Normis dologgal foglalkozni, de azt tudom mondani, hogy nagyon sokan csak egy nagyon picike részletet, meg nagyon kis picike dolgot vettek ki az egész mondani valójából. Én azt tudom mondani, hogy a bolhából csinálnak elefántot, és az elefántból lesz a kis bolha. Tehát ami elefánt most, abból majd bolha lesz. És amiből most bolha van, abból meg egy nagy elefántot csinálnak, ami azt jelenti, hogy a piciből akkora űrügyet csináltak ebből az egészből, hogy bum. Marketing, reklám, negatív reklám, az pont jó neki, mert akkor még többen felkeresik. Update cuccok, ilyenek, olyanok. Mindenki fogják keresni, mert valaki azt fogja mondani, hogy húha, mi van? Update, sose hallottam róla, jó, veszek egyet, kipróbálom. Jó, legyen update. Normi update, milyen kakaós csillát, nem is ettem. Jó, egyefejre veszek egy 5-6-ot. Oké. Ezzel is segíti a Normi munkáját is, az ő zsebét tömi. Valaki pedig azt mondja, aki már kipróbált, hogy Úristen, hogy képzeli a Normi ezt, hogy ilyet mond meg, mi az, hogy szülés után a nők kövérek. Aki magára veszi, hogy kövér, az Atya Úristen. Nem szabad magadra venni, hogy te kövér vagy, meg hogy szülés után nem akarsz lefogyni. Na de mindegy, ezt eldöntik a nők, hogy mit szeretnek. Na meg a férfiak, azok is nagyon kiakadtak. Mindenkinek megvan a véleménye. Akkor a dolgot csináltak ebből, hogy puf. Jaj, gyerekek, milyen nap van már? A szombat? Ja, ezt már elmondtam az előbb, ugye? Hát az előbb az a baj, hogy már reggel, amikor felkeltem, ittam egy kis vizet, és aztán ittam rá egy kis kólát, ami egy kicsit megmozgatja a gyomrot. Aztán ja, egyáltalán nem kell azzal foglalkozni, hogy kinek milyen negatív véleménye van rólad. Te tudod, hogy milyen vagy, te tudod, hogy tökéletesnek tartod magad, te tudod, hogy úgy fogadnak el, ahogy vagy, akár plusz kiló, akár mínusz, mit tudom, hány kiló vagy, vagy mennyit adtál le. Emberek vagyunk, ez a legfontosabb. Az éhezés, a szegénység, az utcán lévő emberek, az apa nélkül felnővő gyerekek, anya nélkül felnővő gyerekek, rengetegen intézetben vannak, a kormány, a politikai dolgok, hogy ígérnek fűtvát, semmit nem kapunk, a kenyérára felment, folytonos problémák, a családon belüli erőszak, az állatkínzás, a folytonos megfelelési kényszer, a nem elfogadás, a rasszizmus, a melegek bántalmazása, a gyermekek terrorizálása, az elrablások, történések, sok mindenről lehetne beszélni. Itt most beszélnek a kövérségről. Nem csak a kövérség van, hanem amit itt felsoroltam.
És a levegőben tapintató indulatokat pedig egyszerűen nem értem, hogy miért kell még jobban rányomni ezt, hogy mindenképp ezen pörögjenek. Látom, hogy itt paródia videót csinált ez a sok emberke. Már csak azért is megragadják az alkalmat, hogy nekik jó legyen, hogy az ő boltjuk jól menjen, hogy Sobert Norbi téma, a kövérnők, meg ilyen. Jó, akkor ragadjuk meg, és ez lesz. És egy csavar rá, gyorsan megszerkesztjük minden, gyorsan összevágjuk, csinálunk egy dalt róla, és feltöltjük. Igen, Polgár Petiről beszélek. Ha jól tudom, ez a neve az előadó. Művész úrnak, aki, hogy is mondjam, paródiát csinált, és ilyen pár nap alatt 900 ezer emberre hallgatta meg. Már csak azért hallgatták meg, mert benne volt a Norbi ügy, az volt a címe részben, egy picinkét oda volt írva, meg szerintem egy nagy promóciót kapott, és nem is értem, hogy ennek ürügyében miért akarnak sokan ebből nézettség és ebből hírnevet. Na de mindegy, ott tartottam, hogy minden tökéletes. 2017-ben kezdtem a videózást, nyáron, most már bőven 2 éve elmúlott, 3 év is van már, talán, vagy 4, nem tudom. A csatorna az 2017-es, azt hiszem, ha jól tudom, jól emlékszem. Úgyhogy rengeteg minden történt az évek során, rengeteg videót készítettem. Nagyon sokan azt gondolják, hogy én rossz ember vagyok, én rossz videókat csinálok. Minden videót előre megterveztem, megtervezek. Ha olyan vicces videót töltök fel, akkor azt azért töltöm föl, mert tudom jól, hogy ki lesznek akadva, mérgesek lesznek, meg fogják még jobban osztani, még nagyobb nézettségem lesz, még többen fognak feliratkozni, még többen keresnek rám, és nem azért, hogy lejárassam magam, mert ha azt akarom, hogy lejárassam magam, akkor minden másodpercben töltök föl videót, és mondok olyanokat videóban, amivel biztos, hogy lejáratnám magam. Ezért is rengeteg olyan videó van, ami meg van előre beszélve. Előre én eltervezem, hogy én szeretnék egy olyan videót, ami vicces, szórakoztató, és egy picikét idegesítő. Na jó, vagy én ennyit szerettem volna ezzel a videóval kapcsolatban. Vigyázzatok magatokra, találkozunk a következő videóban. Rio Official voltam, sziasztok!